Nem érzi feladatának, hogy csökkentse a megszállási emlékmű körül felgyülemlett feszültségeket, és nem is vesz részt a tüntetésekben a Mazsihisz. Ezt a szervezet elnöke mondta Magyarország élőben című műsorunkban. Hezler András szerint a szobor szimbolikus üzenete félreérthető, azokban az időkben ugyanis Magyarország nem volt ártatlan. A vezető kijelentette, ha a műemlék megépül, akkor elkerülik majd a szabadságteret. Mi az emlékművel kapcsolatban elmentünk addig a határig, ameddig a Mazsihisz, mint Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, mint egy hitközségi szövetség el tudott menni, esetleg azon túl is mentünk, de ennél többet mi nem tudunk tenni. Szándékosan a Mazsihisz nem vesz részt a téren, a tüntetésekbe, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem zsidó ügy, hanem ez az egész társadalomnak a problémája, ezért a Mazsihisz a tüntetéseken nem is vesz részt. És mélyen tisztelt a budapesti diplomáciai karnak a érdeklődő tagjait, a meghívottainkat, és mindazokat, akiknek fontos Magyarország sorsa, és akinek fontos az Európai Uniónak a sorsa. Mert a kettő mélyen és keményen összefügg. Magyarország evidens érdeke az Európai Uniónak a sorsa, Magyarország lakosságának ősi vágya volt sok száz éven keresztül, hogy a nagy Európa részévé váljon, és amikor az Európai Unió megalakulásával és fejlődésével ez a lehetőség megnyílt a magyarság és itt tartózkodó valamennyi társunk számára, akkor ez egy óriási lépés volt. 10 éve vagyunk az Európai Unió tagjai, és ez egy rendkívül fontos dátum. És meg kell mondanunk, hogy a magyar népnek, a magyar társadalomnak eminens, elsőrendű érdeke, hogy az Európai Unió tagja legyen, ezen túlmenően természetes módon. Evidens érdeke, hogy az Európai Unió jól fejlődjön, szerveződjön, hatékony legyen, és az egész világban létrejött nagy gazdasági és egyéb küzdelemnek méltó részese legyen, hogy fölzárkózzon ahhoz a gazdasági nagyhatalmakhoz, amelyek jelenleg a világ élén vannak. Ez elsőrendű érték. A magyarságnak különösen érdekel, hiszen akkor volt jólét Magyarországon, akkor sikerült fejlődnünk, akkor épült fel Budapest, akkor épült fel az egykori Osztrák-Magyar Birodalomnak a Nagy Magyarországa, amikor szövetségi rendszerben voltunk, amikor kis Európában voltunk, amikor közös piac előképében voltunk. Ma a történészek és a tudósok megállapítják, hogy az egykori osztrák-magyar monarchia az a közös piacnak az előképe volt. Ez volt a magyar fejlődésnek is a talaja, a motorja. Tehát tudjuk, hogy a 20. században milyen iszonyatos események történtek, ami Európa népeit megrázta, felpusztította lakosságnak jelentős részét. És ebben Magyarország különösen nagy kárt szenvedett. Tehát kimondhatjuk azt, hogy nincs más utunk, mint Európa, és mindaz, aki akadályozza az Európában való együttműködésünket, aki piszkolja Európát, aki harcot indít Európa ellen, az hazaáruló. Ezt ki kell mondanunk akkor is, amikor egy olyan jelkép épülése előtt tartjuk ezt a sajtó megbeszélésünket, amelyet a rendőrség brutálisan levert. Most is brutális rendőri készültség mellett folyik az építkezés, és amely történelem hamisítást és gyalázatos
történelmi hamisítást képvisel. Azért jöttünk ide és küzdöttünk ezzel. Nem a mi magánügyünket, hanem az egész magyar társadalomnak az ügye. Jellemző a szomorú közállapotokra, hogy nagyon sokan nem mernek ide eljönni. Rengetegen megállítanak az utcán, járkokban, kertemben, és azt mondják, hogy szívesen eljönnének, de nem mernek eljönni, mert különben kirúgják az állásukból, különben éhen halástól kell félni, mondják ők. Ez rettenetes. Rettenetes, hogy az a magyar nép, amelyik 1956-ban föltámadt a világ egyik legnagyobb hatalma, de mindenképp a legnagyobb szárazföldi hadsereggel rendelkező hatalmával szemben, és azzal szemben erkölcsileg győzött, az idejutott 51 néhány év után, hogy féljenek. Az aránytalan félelem minden diktatúrának az alapja. Egy egészséges félelem természetes, ne essek hasra, ne verjem be a fejemet, ne törjem össze a kezemet. De amikor ez a félelem aránytalanná válik, amikor minden szösszenettől megijednek az emberek, és nem merik a véleményüket elmondani, a közvéleménykutatóknak nem merik elmondani, nem mennek el szavazni, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy baj van. Ez a félelem, ez veszélyes. Épp olyan veszélyes, mint a diktatúrák alatti félelem, mint a szovjet égis alatt működő Kádár rendszernek a félelme. Tehát ezért vagyunk itt, és ezért szeretnénk hangsúlyozni ezen az ünnepi napon, ami nem csak a klasszikus május elsője, nem csak a dolgozó embereknek a nagy ünnepe, nem csak a tavasznak az ünnepe, hanem ami Európai Uniós csatlakozásoknak a 10. évfordulója. És azért kérem az itt megjelenő diplomatákat, diplomáciai szakértőket, hogy közvetítsék ezt a világos álláspontot a nagyhatalmak felé. Hiszen nemrég számolták ki szakemberek, hogy ez alatt a 10 év alatt annyi támogatást kapott Magyarország, hogy minden állampolgára 500 000 forint. 500 000 forint, hihetetlen. És ezt az Európai Uniót ocskondiázza a magyar miniszterelnök, a magyar Orbán Viktor. Megengedhetetlen. Úgy gondolom, hogy ezen gyökeresen változtatni kell. Még szorosabbá kell vonni a kapcsolataikat az egyesült Európai Unióval. Elő kell segíteni a kezdeti nehézségeknek a kibontakozását. Az Európai Uniónak a parlamentjében nem támadni kell az Európai Uniót, nem a kilépést előkészíteni, hanem azért kell ott lenni, hogy tevékenyen részt vegyünk az Európai Unió összekovácsolásában. Ennek kell a magyar programnak lenni. És a legnehezebb dologról is beszélni kell, ami miatt néhány száz ember vállalta, hogy a szabadságát is veszélyezteti, vállalta a fizikai kényszert is, amiért itt akadályoztuk ennek a megengedhetetlen emlékműnek a létrehozását. Ez pedig ez a hamis történelem szemlélet. És ami mindennek az alapja, hogy a magyar társadalomnak nem volt alkalma
történelme során arra, hogy szabadon az ország legjobb szellemeidek, legjobb embereidek és rétegeidek a segítségével önvizsgálatot tartson. Ez az önvizsgálat tette nagyjá a nyugat-európai országokat. Elsősorban Németországot, amelynek sokszor a nehezebb helyzete volt, mint nekünk. Hiszen nem volt olyan német család, amely ne lett volna érintve a német fasizmusnak a hatalmi struktúrájában. És meg tudták tenni, mert akarták, meg tudták tenni, mert a vezetői megfelelőek voltak. És meg tudták tenni azért, mert az ország legjobb erői melléjük álltak, egészen a legkisebb emberi. Így is 25-30 évig tartott, míg Németország lelkileg, erkölcsileg teljesen megtisztult, és Európa egyik legszimpatikusabb társadalmává vált. Tapsoljuk meg őket! De nem utolsó sorban oda kell sorolni a franciákat, akiknek nagyon nehéz volt a helyzetük, hiszen volt egy viselőhez kötődő bábállamuk, és meg tudták tenni, és a történelmileg legnagyobb ellenségük a németséggel karöltve tudnak harcolni a közös jövőjét. Tapsoljuk meg a franciákat! Tehát nem akarok most földrajz népszólóolvasást tartani, hogy mi volt a hollandoknál, mi volt a dánoknál, mi volt a, még a norvégoknál is. Mindegyikük megtisztult, mindegyikük példamutató társadalmat él, amely mind példa lehet a mi számunkra. Az ő útjukat akarjuk követni, és nem holdi úcska, kicsekkel, szeresebb mondatás, mint a kasszisztáni. Mert ez a törvény, ami itt épül, ez nem más, mint szeresebb mondatás. A németekre kívánja kenni teljes mértékig a mi felelősségünket, a mi elődeink, ami apáink, nagyapáinknak a felelősségét. És ettől nem leszünk mi jobbak. Ebből nem, hogy nem lesz hasznunk, de kárunk lesz. De nem tisztulunk meg, és ugyanazokkal a bűnöknek a terhével élünk tovább. Tehát nagy kárt okoz az, aki ezt a szemléletet képviseli, méghozzá diktatórikus módon, egyedül, személy szerint egyedül elhatározva, hogy ezt a kézművet megépítették, már készen volt, amikor elkezdték az építkezést. A szobor csoport, és egyedül döntött arról, hogy ezt minden áron, minden erőszakot bevetve keresztül vetik. Ez az ember, a magyar miniszterelnök, akit Orbánnak hívnak. Tegyem hozzá, hogy valamikor a liberális Magyarország egyik reménysége volt, és ide züllött. Meg kell ezt mondanunk itt, nyíltan mindenki előtt, hogy ez bizony szörnyű dolog. Az a bátor társaság, amelyik itt vigyázott és saját testével is akadályozta ennek a bűnek a létrehozását, az Magyarország becsületét védte. A nemzet becsületét védte. És a milliói halottak az emlékét, tiszta emlékét őrizte.
Ezeket szerettem volna elmondani előjáróban, és kérem, mint azokat, akik itt vannak, hogy ezt a szellemiséget továbbítsák, és hogy reméljük, hogy a magyar nép nagy többsége előbb vagy utóbb szembe tud nézni a bocsával, a nemrég eltélatott 23. János pápának, a bölcs aggasztjának, a bölcs Szelestin pápjának, azzal az intézkedésével, hogy rávette a katolikus zsinatot, hogy a bűnök mellett a mulasztásokat és bűnnek tekintette, hogy a közgyónásban a mulasztásokat épp olyan súllyal meg kell említeni és be kell vallani, mert a második világháború egyik legszörnyűbb tanulsága volt az, hogy mulasztottak az emberek, mulasztottak a jó emberek is, mert nem tették meg azt, amit kellett volna, és mulasztottak a politikusok, és mulasztottak azok, akik nem léptek közben. Igenis, fölléptünk a mulasztásokkal szemben, és a magyar nép nem mulaszthat közé, szembe kell nézni a múltjával. Köszönöm. Köszöntöm André Gusztán urat, aki az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének ügyvivője. Most mielőtt részleteiben felsorolnám, hogy mi bajunk is van ezzel a dologgal itt, azért elmondanám azt, hogy milyen szenárió mentén állunk mi mai. Ma délelőtt ott, ahol ilyen magyar zászlók lobognak ott a református templomnál, a magyar gárda nevű fasiszta szervezet alakzatban, egyenruhában a polgárokat megfélemlítve felvonulhatott. A magyar rendőrségnek minden gondolkodás nélkül kötelessége lett volna ezt a betiltott dolgot feloszlatnia. A rendőrök ahelyett, hogy itt nylon drapériákat védelmeznek, és ahelyett, hogy holokauszt túlélőket, 56-os halálra ítélt ember, és demokratákat rezgálnak, erőszakoskodnak velük, azt a csülhét kellett volna, hogy feloszlassák. Most barátaim, jó, szálljunk vissza a műcsimrei magasságokból, és próbáljuk a tisztelt diplomatákat tájékoztatni. Lehet, hogy nekik sem fog megállni, hogy kicsit alaposan a számba venni, hogy jövő is van szó. Tehát, ugye, azért hívtuk mi ma ide a diplomáciai testületek tagjait, mert szeretnék részletesen elmondani, egyrészt, hogy mi a bajunk ezzel a látható emlékművel. El szeretnék mondani azt is, hogy a magyar demokrácia deficitessége, mint egy ilyen klinikai betegló, szintén hogy mutatkozik meg ennek az ügynek a kapcsán. És szeretnék azt is elmondani, hogy mit várnánk el a tisztelt diplomatáktól, hogy segíthetnének meg bennünket. Először is az emlékmű történetéről, amit talán kevéssé ismeretes, 2013. december 31-én, szilveszter napján, a fesgős üvegek bőrromlása közepette a magyar kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt beruházásként elfogadta ennek az emlékműnek a tervét, amelyet ők úgy hívnak, hogy a német megszállás áldozatainak emlékmű lesz. Az erről szóló határozat január 1-én jelent meg a magyar közlönyben, és azóta hát van egy kis ellenállás ezzel szemben. Január 2-án rögtön a tolerancia Facebookos csoport, amelynek mindegy négyegyre tagja van, tüntetés hirdetett ez ellen a dolog ellen, ott volt az első tüntetés, és ezt a tüntetés még körülbelül 7-8 kisebb-nagyobb tüntetés követte az azt követő hónapokban. Február hónap során a Mazsihit tárgyalást folytatott a magyar kormánnyal a holokauszt 70. évfordulójának közös megünneplésével kapcsolatban, ahol három neuralgikus pont fölvonalazódott. Az egyik az úgynevezett sorsok
házának csúfolt műintézmény lenne az egykori Józsefvárosi pályaudvar helyén. A másik egy Szakály nevezető történésznek a kinevezése a kormány úgynevezett Veritas intézetének az élére, amit csak úgy fászításnak neveznék én a maga módján, és Szakályról, hát ugye csak annyit tudunk elmondani, hogy ő a Kamenyec-Podolszki szörnyű tömegmészállás és az abban való magyar hatósági részvétel idegen rendészeti eljárásként jellemezte. A harmadik feszültségpont ugye itt az volt, pont ez az emlékmű, hogy a Mazsihisz azt mondta, hogy ezt a túlélők nem szeretnék. Na most a választási kampány során Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy hát most kampány van, nem érünk rá erre, fogyját rá, majd a választás után, 20 év után, amikor megújult a nem tudom micsoda, majd beszélgessünk akkor. Ezek után az április 6-ai választás urnazárását követő 40. órában itt megjelentek építő munkások, körbevették ezt a területet, a nylon paravány fölállították, elkezdődött az elátkozott emlékműnek a megvalósítása. Kérem szépen, napokig azt se tudtuk, hogy itt mi történik, nem láttunk egy építési engedélyt, azt hittük először, hogy illegális parkrombolókkal van dolgunk. Többen is feliratokat fújtunk rá erre a nylon valamire, én magam is ebbe a vétségbe estem. Bennünket aztán rendőrök igazoltattak, a rendőrségre falfirka bűncselekmény megalapozott gyanújával beidéztek, majdnem mindenkit rabosítottak, vagyunk úgy körülbelül 20-an. Amennyiben 20 ezer forint alattinak találtatjuk a kávérték, akkor egyéves eltárást kaphatunk. Amennyiben 20 ezer fölöttinek, akkor 1 és 3 év között. Ezt követte ugye pár nappal ezelőtt, amikor lezárták az építési területet, a karhatalom hermetikusan körülzárta. Az építési területen tartózkodó polgári engedetlenkedő személyeket fizikai erőszakkal kihúztolták onnan. Magyarán mi a politikai véleményünket regzálva vagyunk, voltunk és kriminalizálva vagyunk. Hát ez is a demokrácia állapotáról talán valami mutat. Na most itt van ez a mai nap, a folytatás úgy fog kinézni, hogy május 13-án a nagyra becsét Magyar Tudományos Akadémia történetei tartanak egy tudományos tanácskozást, amelynek a kimenetele számomra nem kétséges, amelyben az akadémikus urak elhívnak bennünket, mi el fogjuk mondani az utca hangját, tolmácsolni fogjuk a jelenkor impulzióit a tudósoknak, hogy netán azt is applikálják be majd a történet ítéletükben. És hát ha minden igaz, május 31-e a határideje ennek csoda hivatalos felavatásának, nyilvánvaló, hogy azt is széles ünnepléssel fogjuk köszönteni, meg fog jelenni ott is a mi hangunk, ezt megígérhetem. Addig is a polgári ellenállás és a protestálás minden lehetséges módjával élni fogunk, hogy megakadályozunk ezt a törnyűséget és hátráltassuk. Ennyit a történetről. Na most, hogy mi is a bajunk ezzel a dolggal itt? Hát így színszavakban. Meghamisítja a történelmet. Hazudik. Ahol hamis múlt van, ott hamis jelen van. Milyen jövő fakad ebből? Ez a másik bajunk. A harmadik az, hogy a kormányzat törekvése ellenére, mert ők állandóan a mazsihisszel akarnak tárgyalni, ez kérem nem egy zsidó ügy. Ez magyar ügy. Ez ugye ugyanúgy az elpusztított romáknak, az elpusztított melegeknek, az elpusztított keresztényeknek, mindenkinek, aki áldozat, vagy az áldozatokat segítő, bújtató embertársunk volt valamikor. Bajunk az is, hogy e fölött a Gábrieles szobor fölött egy élt sas, a német birodalmi sas lebegne majd, amint kvázi meghárja Gábriel. Hát kérem, a német birodalmi sas a németségnek 1000 éve a szent szimbóluma, olyan, mint Magyarországnak a szent korona, vagy a Kossuth címmel. Kérem szépen, ez az egész német népet
önérzetében sérti. Nem véletlen az, hogy idáig két ország tiltakozott diplomáciai formában is, ha igen, finoman is, ez ellen a dolog ellen, az egyik éppen az Amerikai Egyesült Államok volt a napokban, köszönjük. A másik pedig a Német Szövetségi Köztársaság nagykövetsége volt. De kérem szépen, itt az elmúlt napokban és hetekben mind nyilvánvalóvá vált az, hogy itt nem csak egy elátkozott emlékműről van szó, hanem arról is, hogy itt a magyar demokráciáról és annak a deficitéről is van szó. Hiszen mindaz, ami történik és folyt és le is fog folyni, ez, mondom még egyszer, mint egy klinikai beteg ló megmutatja. Mert hiszen ennek az emlékműnek az elkészültéről társadalmi, szakértői vita nélkül döntöttek a fejünk fölött. Kompromisszumkészség ebben az ügyben nem volt és nincs is. Értelmetlenül kidobnak a rendőri biztosítás költségével együtt körülbelül 600 millió forintot. Nem akarok demagógkodni, de itt van egy kerekes székes barátunk. 600 millió forintból vajon hány kerekes széket lehetne venni? És kérem, ez egy erőszakos állam. Egy olyan erőszakos állam, amely a sajtómonopóliumát kihasználva a lakosság körülbelül 80%-ának az agyát szisztematikusan átmossa. Ez a 80%, amihez csak ennek a pártállamnak a hangja jut el, ez a 80% nem tudja, hogy itt mi folyik. Ezek elhiszik mindazt a haszlagot, amit föltállalnak neki. Most van ennek az egész emlékművezinek több nemzete. Ez egy nagyon bonyolult, összetett ügy. A német azt mondja, hogy Herzreich Gerät. Egy ilyen többes hasznosítású valami. Beszéljünk egy kicsit erről is. Az egyik metszet ugye a történelme hamisítása. Ezt nem szeretném itt most részleteiben elmondani, a tisztelt diplomata, urak és hölgyek írnak azzal a technikai háttérapparátus, hogy ezt pontosan tudják, én ez aztán pláne tudjuk. Ez az egész meggyalázza valahol a holokausztot is. Nem azt mondom, hogy a holokauszt tagadása, de hogy a kifordítás és az elfeldítés az bizonyos. Ez az egész a demokráciának egy további lökésszerűsítése. Van itt egy aktuál politikai metszete is a dolognak. A január eleje, meg az április 8-a is két választási kampány startja is egyben. Az egyik az országgyűlési választásoké volt, a másik az európai parlamenti választásoké. Mind a kettő arra szolgált, hogy a regnáló hatalom, a Fidesz-KDNP hatalom megmutassa a társadalomnak, hogy ők jó történelem hamisító. Ők megépítik ide Gábriel, megadják a nemzeti feloldozást. Ezek a jobbik már, azok már fasiszták, mert azok ugye csúnyában beszélnek, ne szavazzatok a jobbikra, szavazzatok ránk, de ezekre a radikális, dinoszemita vagy szemita kisebbségekre sem. Ez a napi politikai hozadéka ennek az ügynek, ez a messzet. És végül van még egy messzet, amiről őszintén kell beszéljünk. Ez az egész ügy a magyar civil társadalom egyik erős szeletét, a hazai zsidó közösséget is megosztja, és meg fogja osztani. Én nem vagyok zsidó, csak tájékozott ember és demokrata. És ekként fájdalom ezt rendkívüli módon. A hatalom, a hazai zsidó társadalmat ezen az úton megpróbálja maga alá gyűrni, kollaboránsokat találni. Ez a folyamat zajlik. Na most, tovább mondom. Mi demokraták, akik itt állunk, azt szeretnénk, hogy a fejlett nyugat országai, akikkel elvileg egy branchban vagyunk, segítsenek nekünk. Ez itt most ma egy demokratikus jajkiáltás. Félreértés ne legyen, nem ez a 2-3-400 ember itt állít most önök előtt. Mi nagyon sok ember képviselünk, nagyon sok ember nevében szólalunk föl és állunk helyt. Ezt jól mutatják az interneten a különböző megosztások, a szimpátia jelek, jól mutatják
mindazok a szimpátia üzenetek, amelyet azok küldenek ide nekünk, akik PCR nem tudnak idejönni, vagy félnek idejönni. Sok százezer, hitem szerint több millió emberről van szó. Azt is tudni kell, hogy sajnos ma már ez az ország kisebbik része. Nem az a helyzet, mint 2004-ben volt, amikor a népszavazáson az Unió a nyugati demokrácia többséget kapott. Mára a társadalmi folyamatok is olyanná váltak, hogy mi lettünk a kisebbség. Kérem szépen, 1956-ban bennünket a fejlett nyugat kényszerűen cserben hagyott. Ha nem azt teszik, akkor annak világméretű katasztrófa lett volna a vége, ezt valahogy megértettük és lenyeltük. Na de most, kérem, mi fenyeget? Semmi. Segítséget kérünk tehát, hallják meg a hangunkat, és kérjük a hitlévő sajtót is, külföldi sajtót is, és a diplomatákat is, hogy érveinket, ezt az egészet. Híven tolmácsolják kormányzatuknak, népeiknek. Kérem szépen, rendkívül nagyra értékeljük azt a morális bátorságot, amelyet az itt megjelent diplomaták tanúsítanak. Pontosan tudjuk, hogy ezzel mit kockáztatnak, hiszen elvileg nekik a mindenkori magyar kormányzattal jó viszonyt kell ápolniuk, és az itteni megjelenésük és figyelmük, tudjuk, hogy nem egy barátságos gesztus. Tehát ide jutottunk. Tehát köszönjük. Köszönjük azt is, hogy a nyugati sajtó pártállástól és politikai értékválasztástól függetlenül már régóta az elmúlt négy évben részleteiben foglalkozik a magyar demokrácia leromlásával, a tömeges elnyomorodással, az elcsalt választással, a gazdasági okokból emigráló százezrek ügyével. Köszönjük szépen! De azt kell, hogy mondjam, tisztelt diplomata urak és sajtó, hogy ez ma már kevés. Többre van szükség. Küszöbön áll egy olyan európai parlamenti választás, amikor a szélsőjobboldali erők nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában feltehetően radikálisan előre fognak törni. Franciaországban, Magyarországon is. Magyarországon jó eséllyel ez a neonáci párt a Jobbik, akár 30%-ot is kaphat. És azok a megmérkedett lelkű emberek, akik ezekre a pártokra egyszer rászavaztak, tudjuk jól, hogy tartósan rabjaival válnak ezeknek az eszméknek. Tessék! A Horthy szobornál nem számoltam meg, rengeteg szélső jobboldali ember van, szóltunk a rendőröknek, hogy a demokratikus rendezvényüket ez esetesen zavarja, fülünkbontját nem hozhatják. Nézzétek meg a Horthy szobornál, hány szélső jobbok van! Maradjon mindenki itt! Nagyon remélem, hogy a rendőrök nem csak egy folyvát védenek, hanem a demokratákat is. Jó, de kérünk benneteket, ti maradjatok itt, mi nem konfrontációt keresünk, nem erőszakoskodunk. Demokraták vagyunk, józan emberek vagyunk, európai demokraták vagyunk, és itt folytatnám. Tisztelt diplomata urak és nyugati sajtó, tehát mint mondtam, nem elég, ez már ez a segítség. Tudniuk kell, hogy mi, amikor a magyar demokráciáért kiállunk, kiállunk más országok demokráciájáért is, az unió demokráciáért is kiállunk, az USA-ért is kiállunk. Kiállunk sziklaszilárdon, mindazok mentén, az értékek mentén, amelyek bennünket összekötnek. Mondhatom azt is, Végvári Vitézek vagyunk, nem először. Kérem, segítsenek nekünk. Mi megígérhetjük, hogy a következő sötét életben megint az lesz. Meg fogjuk őrizni a lelkünkben a szabadság lángját. De kérem, önök, a kormányzatai, a népei, álljanak készen arra, hogy amikor eljön az idő,
segítsenek nekünk újraépíteni a hazánkat, a társadalmunkat, a gazdaságunkat. És itt sajnos még valamit el kell mondani. A magyar demokrácia tönkremeneteléhez, a rendszerváltó magyar politikai elit tönkremeneteléhez hozzájárult nagymértékben az a morális lezülés, ami a privatizáció kapcsán előáll. A privatizáció során úgy nagyjából tudjuk, mi történt. De nem csak megkentek kellettek ehhez, olyanok is, akik adták a pénzt. És a mai napig bezárólag, kérem, ez a rendszer itt a saját jogán, gazdasági teljesítménye jogán nem tudna fönnállni két hétig sem. Ha az Európai Unió eldárna a pénzcsapokat, ha a nyugati befektetők nem vásárolnák meg a magyar államkötvényeket, és sorolhatnám tovább. Tudják önök is, hogy miről beszélek. Tehát ne csak az értékeink legyenek közösek, hanem ha lehet az érdekeket, legalább egyszer kérjük, próbálják az értéket mögé sorolni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amennyiben kérdéseik lennének tisztelt diplomata uraknak, a sajtónak, kérem tegyék föl, a civil ellenállás itt lévő vezetői válaszolni fognak arra, és utána, miután rendezvényünket 5 óráig kérdettük meg, vegyüljenek el köztünk, beszélgessenek a megjelentekkel, hallják meg a normális, a demokratikus, a szövetséges, a baráti Magyarország hangját is. Köszönöm szépen! Kiket engedjük-e, aki sajtótól vagy nagykövetségtől szeretne kérdést feltenni, oda visszük a mikrofont. Sajtótól, nagykövetségektől, press, embassies, any question? Igen. Jó, megérte a belső kérdés. Azon túl, hogy itt egy szobor épül, azon túl miért veszélyes ez a demokrácia számára? Én most ezt úgy teszem fel, mint egy vegyes partneri kapcsolatban, vagy vegyes házasságban ember, aki a vegyből, a két vegyből, a zsidó és a katolikus vegyértékből leginkább a katolikus nevében érzem ezt az egész dolgot nagyon veszélyesnek. A keresztény őseim nevében kérdezem, hogy mi itt a veszély. Csillagában hallottuk. Erre már részben Mécsényre is felelt, amikor a mulasztásról beszél. Magam is vegyes házasságból származom. Édesanyám révén vagyok zsidó, édesapám révén pedig Árpádházi, Szemere Bertalan ükunokája. Ezzel a szélső jobb nem nagyon tud mit kezdeni, mikor ezt az egyik első beszédemben a tudomásokra hoztam, és előtérbe helyeztem természetesen zsidó voltomat, mert amit támadnak, azt helyezem előtérbe. Most én zsidó vagyok. Miért veszélyes ez a szobor? Ez nem ugye nem pusztán egy költői kérdés, Ádámot ismerem. Nem pusztán egy építményről van szó, nem egy szoborról, főleg nem műalkotásról, mert esztétikai értelemben értelmezhetetlen az, amely hazugságra épül. Minden műalkotásnak az alapja a humanitás, az úgynevezett nihilista műalkotásokban is a humanizmus szerelhető. Ez egy olyan hazugságot terjeszt, olyan hazugságot táplál, erről Imre hosszan beszélt, amely az egész múltunkat, jelenünket, jövőnket megmérgezi, a lelkünket megmérgezi, nem csak a miénket, hanem gyermekeinket és unokáinkért is. Tehát nekünk, mikor mi ez ellen a szobor ellen küzdünk, akkor mi nem ez ellen a szobor ellen küzdünk, ez a felszín, hanem mindaz az ideológia ellen, amit ez a kormányzat képvisel, szorosan összefeküdve, egy ágban, egyre átlátszó takaró alatt, már nagyon átlátszó takaró alatt a szélső jobban. Ezt tudnunk kell,
ezt tudnunk kell. Ez az ideológia. Ezen ideológiában jelen van a kirekesztés ma is, ami teljesen hajaz a fasiszta ideológiára, mégpedig az idősek, nyugdíjasok, gyerekek, elesetteknek a kirekesztésére, azt felsoroltakon kívül, akikről már szó volt, valamifajta tájgetos építésére, ahonnan sorra lökik le azokat, akik számukra nem megfelelőek és nem használhatóak. Hát ez mi egyik beszédemben mondtam, bocsánat, ha idézel magamat, ez mi, ha nem a fasizmus bűzös verellete. Itt van, itt liheg a nyakunkban, már körbez lesz minket. Ha már szólásra emelkedtem, azt szeretném még elmondani, hogy ami eredményt elértünk, mindenfajta, az, hogy itt ennyi rendőr van, ez hatalmas eredmény, mert azt jelenti, hogy félnek! Ezt véletlenül félnek tőlünk, egy polgárai igazságunktól, és ez hatalmas eredmény. Ezt a teret kezdettől fogva mi értelmezzük, és nem ők. És ez így is lesz a továbbiakban, és amikor majd a vezér születésnapján, mert ugye tudjuk, hogy miért már május 31-e, én nem szerettem volna tudni, hogy mikor van az ő születésnapja, de egyszerűen muszáj. Kikérem magamnak, hogy én tudjam, hogy a barátaim és kedves ismerőseim születésnapját szoktam tudni. Tehát ez azért akkor lesz felavatva, itt leszünk, nem rombolva továbbra sem, hanem értelmezve ezt a helyet, a humánum és a művészet eszközeivel. Élen járt a liberális párt, az első két csatlakozott, a Popper Gábor a mai napig itt van velünk,
a DK legnagyobb aktivistáját, mint a kormánymunkásokat és vannak maik itt. Nagy-nagy köszönöteket elmondtuk tegnap a művészetnek, akik mindig segítettek rajtunk és nekünk. És engedjétek meg, bár most nem tudom, hogy akar-e a Gábor beszélni, de azt gondolom, hogy nagyon szeretnék, hogyha a Popper Gábor egy pár szót mondaná. Köszönöm szépen, Marina, nagyon-nagyon sokszor beszéltem. Biztos olvasták Orbán úr levelét, hogy ezt a négy oldalas, amiben megmagyarázták a személyében. Ugyanakkor az jutott az eszembe az egyik mondatáról, hogy ez az emlékmű, ugye az áldozatok emlékére szól. Hát ez itt van, akkor miért nem beszélünk? Miért nem beszél az áldozatok hozzátartozója, leszármazott arról, hogy nekik megfelel az emlékmű? Hát látjuk, hogy nem felel meg nekünk, mert hogy én is sajnos érintve vagyok nagyapám révén. Tehát, hogy miért nem lehet előre társadalmi vitát folytatni, miért nem lehet megpályázatni, miért nem lehet 5-6 fél emlékműfajtát felállítani, és hadd válasszák ki azok, akik érintettek azt, hogy itt majd milyen emlékmű álljon. Ezt kellene elérnünk, nincs különösebb reményem arra, hogy ez megtörténik, de tovább is ezt kellene javasolni, és amikor esetleg eljutunk, vagy közülünk eljutnak páran az akadémiára, ugye májusban, talán célszerű lenne ezt is majd ott elmondanom. Köszönöm szépen! Nagyon rövid hozzászólás, remélem, mert hogy ne legyenek illúziótok. Franco, Salazar, Peron, Ceausescu elég sokáig törte őket a nyugat. Valószínűleg kötelességünk lesz, és szándéketikai kötelességünk, hiszen következményekük a csak az úrnak van. Kötelességünk lesz. Ne haragudj is, kezd el előről, nem hallottam egy szót sem. Nagyon kérem, hogy tiszteljük meg egymást, hogy meghallgatjuk. Bocsánat, lényegében csak... Rendben, akkor előről. Tehát lényegében csak annyit mondtam, hogy van előtörténet. Volt egy Salazar, volt egy Peron, volt egy Franco, volt egy Ceausescu, nem csak a nyugat küldte, a világ küldte őket. Nincsenek illúzióink, de az teljesen világos, hogy önmagunknak, gyerekeinek tartozunk azzal, amit úgy hívok, hogy polgári engedetlenség, hiszen más nem nagyon marad. Ez pedig kötelező. Amikor az emberek polgárok, akkor tudják, hogy a polgárnak kötelessége egy ponton túl az engedetlenség. Hiszen ezután már nem lenne polgárnak ülni, hanem jobbágy maradna. Ez egy olyan ország, ahol a jobbágy világot és egyedül a hűbériséget támogatja, nem csak a kormány, sajnos az ellenzék nagy része is. A polgári engedetlenség kötelességé vált, amit az előbb mondtam. Egyszerűen nem következményetikailag, hiszen fogalmunk sincs, hogy mit hoz. De nem ez a kérdés. Szándéketikailag, hogy ne köpjük le önmagunkat, hogy gyerekeink ne köpjenek le minket, hogy ne ezelőtt a mocsok szobor előtt imádkozzon az ország. Nem bűnhetjük, kötelesek vagyunk polgári engedetlenségre, és természetesen tudjuk, hogy ez nem egyszerű, nem azért választjuk, mert nem szeretjük a törvényeket, ellenkezőleg szeretjük őket, ezért. Szeretnénk, ha lennének, ha nem gélállapotú konstitúció, naponta változó retroaktív törvénykezés, lendkerekes köztársasági elnök, mindezeket ellenére szeretnénk, ha lennének törvények. Apropó, a kérdés az lett volna, amelyet többen kérdeztek. Fölvonaljunk-e Áder János elé? Nekem kétségeim vannak, aki szeretne jelenjenni meg, vagy hát válaszoljatok be. Köszönöm a kérdést. El kell mondanom, hogy a Szőke Sándor a háttérből eszméletlen sokat segít itt az egész ügyön. Tehát az, hogy őt itt nem láttátok, ma első nap itt volt, azt kell, hogy mondjam, de nem fogja félreérteni, hogy sokkal nagyobb haszna volt, mintha itt egy a sok közül lett volna, mert egy külön entitás, aki rengeteget tesz a demokráciáért, és a szegényekért, és a többi. Áder Jánoshozzal a fölmeneteről szerintem közös álláspontunkat tudom mondani, hogy mi nem szeretnénk kormányzati emberekkel tárgyalni. Mi civilek vagyunk, civilek, az nem a civil, mert van egy kicsit pejoratív értelme, hogy valaki valamihez nem ért. Nem, mi értünk dolgokhoz, nekünk van szakmánk, mindannyian szakmában
bizonyos szakmákban tanár, színházi ember, vendéglátós, mérnő, stb. Dolgozunk, de most nekünk az a dolgunk, hogy a civil szférát képviseljük, és a civil kurázsit elnincsük az emberekben, hogy öntudatra ébredjenek, visszatérve az elejére, mi nekünk az a célunk, hogy a kormányzattal azok tárgyaljanak, direkt mondom így és nem fordítva, azok tárgyaljanak, akiknek ez konkrétan a dolgunk. Én személy szerint privát sem, nem szeretnék egy darab kormányzati embert látni, de hivatalosan sem. Egyik kérdés, hogy hozzá szólok. Kérdés? Nagyon röviden. Van egy vers, amit az elejétől nem mondok el, mert félreértek. Egyébként azt mondta, megint tavaly 6-97 éves korában, azt mondta az első sorra. Amúgy is, hogy lehet ilyen, ugye ez egyáltalán leírni. Talán még mindig azt mondta, hogy amúgy is, ez a legjobb verse. Az utolsó strófáját mondom el, és halálnak. Az utolsó strófáját mondom el a versnek, és talán értek is. Káprázat, jellemtelenség, ipari méretben öl, hiába emeli szentség, s fordítja bőrba sötör. Köszönöm szépen! Köszönöm! Egy kérdésem, amit az előbb elfelejtettem, tehát hogy a szobor és az alaptörvényi preambuluma közötti összefüggésről, mint ha nem esett volna szó, szerintem nem ilyen fog megépülni. Valószínűleg kérdezik is a gondolom a mikrofon. Köszönöm, hogy egy mondatot szeretnék megjegyezni, hogy tegnap Orbán Viktorunk négy oldalas dokumentumban nyilatkozott a szoborról, igyekezett magánemberben pedig miniszterelnök, és kifejtette azt, hogy az ültetőtek, hogy az ártatlan áldozatoknak szimbolizálja az arcangyal. Tegnap direktnek előkerestem a 18 éves PDF-et, amiben pályázott az alkotó. A 18. oldalán egyértelműen ott van, hogy az arcangyal a magyar államot szimbolizálja, magyar állam ártatlanságát. Tehát Orbán Viktor ismét hazudott, tegnapul. Köszönjük, ebben is látjuk, hogy milyen sokan vagyunk. Rengeteg támogatást kapunk, nem csak lájkolással, hanem nagyon sokan érdemben törvényeket, paragrafusokat küldenek nekünk, hozzászólásokat, amelyek nagyon-nagyon sokan segítenek. Nagyon köszönjük érted, mert ez ugye esetleg a múltba veszett volna, bár ezt éreztük, hogy itt valami sűrűség van. Annyit a levélről, hát iszonyú nehezen lesett elolvasni, de utoljára Sztálin értett mindenhez. Olyan művészet, filozófiai fejtegetése, mint irodalmának, vagy dramaturgnak, mert esztétikával foglalkozónak, hát bele. Nem érzi feladatának, hogy csökkentse a megszállási emlékmű körül felgyülemlett feszültségeket, és nem is vesz részt a tüntetésekben a Mazsihisz. Ezt a szervezet elnöke mondta Magyarország élőben című műsorunkban. Hezler András szerint a szobor szimbolikus üzenete félreérthető, azokban az időkben ugyanis Magyarország nem volt ártatlan. A vezető kijelentette, ha a műemlék megépül, akkor elkerülik majd a szabadságteret. Mi az emlékművel kapcsolatban elmentünk addig a határig, ameddig a Mazsihisz, mint Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, mint egy hitközségi szövetség el tudott menni, esetleg azon túl is mentünk, de ennél többet mi nem tudunk tenni. Szándékosan a Mazsihisz nem vesz részt a téren a tüntetésekbe, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem zsidó ügy, hanem ez az egész társadalomnak a problémája, ezért a Mazsihisz a tüntetéseken nem is vesz részt. És mélyen tisztelt a budapesti diplomáciai karnak a érdeklődő tagjait, a meghívottainkat, és mindazokat, akiknek fontos Magyarország sorsa, és akinek fontos az Európai Uniónak a sorsa. Mert a kettő mélyen és keményen összefügg. Magyarország evidens érdeke az Európai Uniónak a sorsa, Magyarország lakosságának ősi vágya,
Ezt ki kell mondanunk akkor is, amikor egy olyan jelkép épülése előtt tartjuk ezt a sajtó megbeszélésünket, amelyet a rendőrség brutálisan levert. Most is brutális rendőri készültség mellett folyik az építkezés, és amely történelem hamisítás és gyalázatos történelem hamisítás képvisel. Azért jöttünk ide és küzdöttünk ezzel, nem a mi magánügyünket, hanem az egész magyar társadalomnak az ügye. Jellemző a szomorú közállapotokra, hogy nagyon sokan nem mernek ide eljönni. Rengetegen megállítanak az utcán, járkokban, kertemben, és azt mondják, hogy szívesen eljönnének, de nem mernek eljönni, mert különben kirúgják az állásukból, különben éhen halástól kell félni, mondják ők. Ez rettenetes. Rettenetes, hogy az a magyar nép, amelyik 1956-ban föltámadt a világ egyik legnagyobb hatalma, de mindenképp a legnagyobb számol volt jólét Magyarországon. Akkor sikerült fejlődnünk, akkor épült fel Budapest, akkor épült fel az egykori osztrák-magyar birodalomnak a Nagy Magyarországa, amikor szövetségi rendszerben voltunk, amikor kis Európában voltunk, amikor közös piac előképében voltunk. A történészek és a tudósok megállapítják, hogy az egykori osztrák-magyar monarchia az a közös piacnak az előképe volt. Ez volt a magyar fejlődésnek is a talaja, a motorja. Tehát tudjuk, hogy a 20. században milyen iszonyatos események történtek, ami Európa népeit megrázta, felpusztította lakosságnak jelentős részét. És ebben Magyarország különösen nagy kárt szenvedett. Tehát kimondhatjuk azt, hogy nincs más utunk, mint Európa, és mindaz, aki akadályozza az Európában való együttműködésünket, aki piszkolja Európát, aki harcot indít Európa ellen, az hazaáruló. Szárazföldi hadsereggel rendelkező hatalmával szemben, és azzal szemben erkölcsileg győzött, az idejutott 51 néhány év után, hogy féljenek. Az aránytalan félelem minden diktatúrának az alapja. Egy egészséges félelem természetes, ne essek hasra, ne verjem be a fejemet, ne törjem össze a kezemet. De amikor ez a félelem aránytalanná válik, amikor minden szösszenettől megijednek az emberek, és nem merik a véleményüket elmondani, a közvéleménykutatóknak nem merik elmondani, nem mennek el szavazni, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy baj van. Ez a félelem, ez veszélyes. Épp olyan veszélyes, mint a diktatúrák alatti félelem, mint a szovjet égis alatt működő Kádár rendszernek a félelme. Tehát ezért vagyunk itt, és ezért szeretnénk hangsúlyozni ezen az ünnepi napon, ami nem csak a klasszikus május elsője, nem csak a dolgozó embereknek a nagy ünnepe, nem csak a tavasznak az vágya volt, sok száz éven keresztül, hogy a nagy Európa részévé váljon, és amikor az Európai Unió megalakulásával és fejlődésével ez a lehetőség megnyílt a magyarság és itt tartózkodó valamennyi társunk számára, akkor ez egy óriási lépés volt. 10 éve vagyunk az Európai Unió tagjai, és ez egy rendkívül fontos dátum. És meg kell mondanunk,
hogy a magyar népnek, a magyar társadalomnak eminens, elsőrendű érdeke, hogy az Európai Unió tagja legyen, ezen túlmenően természetes módon eminens érdeke, hogy az Európai Unió jól fejlődjön, szerveződjön, hatékony legyen, és az egész világban létrejött nagy gazdasági és egyéb küzdelemnek méltó részese legyen, hogy fölzárkózzon ahhoz a gazdasági nagyhatalmakhoz, amelyek jelenleg a világ élén vannak. Ez elsőrendű érték. A magyarságnak különösen érdekel, hiszen akkor